A Kanizsai Egyesület táborában elsősorban a menhelyen élő állatokkal foglalkoznak a gyerekek. Bognár Kata Esztergomból utazott ide, hogy egy hetet a kutyákkal tölthessen. Mint elmondta, környékükön nincs hasonló lehetőség. Menhely sincs ott, szóval ott úgy van, hogy vagy kidobják az állatokat, vagy megtartják és kóborolnak, szóval akiket kidobnak, és nincs az, aki begyűjtse őket, mert ugye fúj, mert kóbor kutya, nem szedjük össze, mert bolhát lehet tőle kapni, szóval ott nem, senki nem csinál ilyet. A legtöbb fiatal azért választotta ezt a szünidei elfoglaltságot, mert nagyon szereti az állatokat. Így van ezzel a csurgói Szép Szilárd is, aki ráadásként barátokat is talált a táborban. A fiúkkal így össze tudtam barátkozni az összessel, a lányokkal meg ugye azok nem érdekelnek, most, úgy, de azok is normálisak úgy. Szép Szilárd hozzátette azt is, sokat tanulnak a táborban a helyes állattartásról, a törődésről, az állatvédelemről. Ez pedig a kánikulában kiemelten fontos. Oda kell rájuk figyelni, mert pillanatok alatt hőgutát tud kapni, egy séta alkalmával, és a gazdának pedig észre kell venni, hogy baj van, tehát hogyha a kutya hányni kezd, vagy kapkodja a levegőt, vagy furcsán kezd viselkedni, akkor mindenképpen kell arra gondolni, hogy hőgutát kapott. A táborozók napjai nem csak kutyasétáltatással telnek, délutánonként igazi tábori élet várja őket számos programmal, szórakozással.